A karácsonyi ünnepek elteltével az ügyes tanoda is bezárja kapuit a téli szünidőre. Ennek kapcsán szerveztük meg a gyermekek és a szüleik számára ezt a csodálatos családi délutánt, játszó délután, záró rendezvényt, ahol a gyermekek a szüleikkel és a fejlesztőikkel együtt mókázhatnak, játszhatnak, kézműveskedhetnek. Az ügyes tanoda 2014-ben alakult meg a Csigabiga Észak-Vajdasági Gyógypedagógus Egyesület, a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény és a Szociális Központ együttműködése által. A mi kis tanodánkba azok a gyermekek járnak, akik tulajdonképpen teljesen átlag emberkék, minden rendben van a fejlődésükkel, csak néhány dolgot egy icipicit fejleszteni kell náluk, ami később majd megkönnyíti nekik az iskolába való beilleszkedést. Körülbelül 30-40 gyerkőccel foglalkozik ez az ügyes tanoda. Foglalkozások szociális képességfejlesztő foglalkozások, kognitív képességfejlesztő, illetve beszédképesség, logopédiai fejlesztő foglalkozások. 4-7 éves gyermekekkel foglalkozunk, akiknek nehezebb a beilleszkedésük a csoportba, kicsikét nehezebben szocializálódnak. A gyermekeknek segítünk abban, hogy minél több pozitív élménnyel gazdagodjanak, hogy gördülékenyebben menjen nekik később az iskolába való beilleszkedés, hogy könnyebben tanuljanak. És ahhoz, hogy a mai gyönyörű kis záró rendezvényünk létrejöhetett, köszönetet kell, hogy mondjak a Rózsa-Rózsa cukrászdának, az Index fotostúdiónak, az Ami Kozmetika szalonnak, a Fókusz magánvállalatnak, az Agrometálnak, a Grafopaknak, a Fantasztikónak, a Stillüzletnek, a Dollár Dominónak és a Biomagnak, akik ajándékaikkal támogattak bennünket, és szebbé tették az ügyes tanodás gyermekek évi utolsó foglalkozását. Külön köszönetet mondok a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény vezetőségének, hogy helyet biztosítottak erre a szép kis rendezvényre, a családi délutánunkra. És minden kedves Info TV nézőnek, a Csigabiga Gyógypedagógus Egyesület nevében és a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény nevében nagyon boldog új évet kívánok! A Csigabiga Észak-Vajdasági Gyógypedagógusok Egyesülete azt tűzte ki célkitűzésül, hogy a község, elsősorban a községbéli gyermekeket foglalkoztatja. Több programot láttunk elő az évre, és több berkekben mozgunk. Mint például az ügyes tanoda, aminek ma zajlik a záró ünnepsége. Az ügyes tanoda az önkormányzat pályázatának segítségével nyitotta meg kapuit. Immáron több éves programról és tevékenységről van szó. Képesség és személyiségfejlesztéssel foglalkozunk. Arra törekedtünk, hogy a községet behálózva minden gyermek számára lehetővé tegyük azt, hogy ebben a képességfejlesztő programban részt vegyen, a kollégákkal együttműködésben így kihelyezve is megvalósítottuk a programot, illetve itt helyben, Magyar Kanizsa községben is. Bízunk benne, hogy a jövőben is tudunk együttműködni a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézménnyel, akik segítsége nélkül nem tudott volna megvalósulni a programunk sikerében, illetve számítunk továbbra is az önkormányzat támogatására.